A mellkasomon kelések jelentek meg. A férjemmel elmentünk megvizsgáltatni. Megkérdeztem az orvosomat, hogy mit lehet tenni a kelésekkel, mire ő azt válaszolta, hogy azok nem kelevények, hanem MRSA kórokozók. Azt mondta, minden alkalommal, ha horzsolásom keletkezik, lázrohamot kapok. De magamban azt gondoltam, hogy nem szeretném, hogy a családomnak az legyen, ami nekem van. Nagyon egyedül éreztem magam, mert nekem a családom jelenti az életet. Külön tőlük nagyon nehéz volt. Kértem Istent, hogy a családom hadd lehessen együtt karácsonykor. Kértem, hogy növelje a hitemet a gyógyulásomban. Kértem, hogy adjon kijelentést a 700-as klubon keresztül. A válasz meg is jött. Pat Robertson imádkozott, aki a következőket mondta. Valakinek fertőzésféle betegség van a vérében. Isten most megtisztítja a vérét. Isten most gondoskodik róla, mondta. Rátettem a kezemet a tévékészülékre, és kijelentettem, hogy ezek a szavak az enyéim. Éreztem Isten jelenlétét. Mikor Isten meggyógyít, olyan érzés, mintha egy szeretett paplannal takarna be. Nincs még egy ilyen szeretet a Földön. El tudja mindazt venni, amit az orvosok mondanak. Elmondtam az orvosomnak is, hogy mi történt. Megvizsgált, és azt mondta, nincsenek kórokozók a testemben, és megírta róla a jelentést. Kétszer is rákérdeztem, hogy biztos? Ő pedig megerősítette. Istennek hála, aki látta, hogy a családommal kell lennem karácsonykor. Ilyen betegség esetén nehéz hinni, az ellenség ugyanis mindig el akar bizonytalanítani. De le kell ráznunk így, hogy távozz tőlem, Sátán, és Jézus meg fogja tenni, ugyanúgy, ahogy a Bibliában. Ő meghallgatja a kiáltásunkat.